starter indult a Dunakupa nemzetközi amatőr verseny handicap. Összességében azt gondolom azért nagyjából el lehet mondani, hogy jó startot vett a mező. Laxton középen kimondott a jók, ez Császárné is ott van a frontban, illetve ott van mellettük Gólem is, Tessal és összességében a középmezőn tagja. Navigáló van egy picit talán hátrébb egy-két gondolattal, persze még csak egy jó 200 métert tett meg a mezőny. Vezet Laxton, Laxton egyértelműen most már az élen galoppozik, mellette mögötte ott Gólem van igazán kecsegtető pozícióban. Tessal kezd lemaradozni, egyértelműen ő az, aki visszacsúszott messze-messze a mezőny végére. Kőrisva tartja a lépést a vezető lovakkal. Gólem, Kőrisva, Laxton triója a frontban, mögük szép lassan talán most már Szonya fog megérkezni. Navigáló, Császárné, Vudumászter a középmezőny tagja. Fél távot elhagyva, középen Kőrisva talán vezet, elindul a háttérből Szonya óriási rendülettel, Laxton pedig itt egészen kívül tudja tartani a lépést a vezető lovakkal. Ketté szakad a mezőny belül, egyelőre Szonya, középen Kőrisva, ki viszont Laxton. A távoztopphoz érve Laxton vezet, jön azonban Szonya, Szonya vagy Laxton, Szonya folyamatosan tud gyorsítani, Szonya egyértelműen már az élen van nagy polettel, és nem lehet megverni. Szonya fogja megnyerni a Dunakupát, a nemzetközi amatőr verseny. Szonya könnyű nyerője a futamnak. Szonya az első, mögötte Laxton, megérkezik a második helyre, a harmadik Kőrisva, végül a negyedik helyre érkezik meg a favorizált Császárné.